Bár nem szerda van, de nincs hét gabona kérdés nélkül. Itt van állandó szakértőnk, Vidló Gábor. Múlt héten beszéltünk arról, hogy milyen Magyarország exportja, ami a gabonát illeti. És vegyük föl ott a fonalat, hiszen nem csak Magyarországon, de Magyarországon is súlyos problémát okoz a gazdáknak jelen pillanatban az, hogy tulajdonképpen nem kapják meg a bekerülési árát sem a piacon mindannak, amit ugye előállítanak a gabonából, és ezáltal veszteségük termelődik folyamatosan. Márpedig ez hosszú távon nyilvánvalóan egy fenntarthatatlan helyzet. Mi ennek az egésznek az oka? Jó reggelt kívánok, és elnézést az egynapos csúszásért. Legközelebb igyekszem megint szerdán jönni. Alapvetően az a helyzet állt elő, hogy a nemzetközi világpiaci gabonárak és olajos magvak árak, és ezzel belül a magyarországi árak is egy olyan szintre estek vissza, ami még a Covid időszak előtti időszakhoz nagyon hasonlít, vagy majdnem azt követte le. A Covid következtében kiáramlott gazdaságélénkítő forrásmennyiség, pénzmennyiség, az egy inflációt gerjesztett gyakorlatilag minden irányba, amire aztán az orosz-ukrán háború még rátett egy igen jelentős nagy lökéssel. És tulajdonképpen a terménypiaci árak, a gabona és olajos magvak árak azok nagyon meglódultak, és 22 elején, 22 közepén egy rekordárat értünk el minden termékben. Ez a gazdáknak kedvező volt, mert akkor még a 21-ben beszerzett input anyagköltségekkel tudtak számolni, és ez egy olyan helyzetet teremtett, amikor ugyan itthon nagyon kevés volt a termés, de a világban ez nem volt jellemző, és nagyjából egy gazdaságos és nyereséges évet tudtak zárni. Ami a mi speciális magyarországi problémánk, hogy a tavalyi 22-es termés az nagyon gyenge lett, ennek az asszály miatt, ennek eredményeképpen a gazdáknak az árbevétele is kisebb lett, és az input anyagköltségeknek, tehát a műtrágyának, növényvédőszereknek, és most már idénre ez a vetőmagra is áthúzódott, az árszintje az drasztikusan megnőtt. Ennek van egy világgazdasági hatása is, és pont a mai napi hírekhez kapcsolódik az, hogyha az izraeli háború kiteljesedik, és ebből bármiféle gáz vagy kőolajellátási probléma lesz, akkor megint visszafordulhatnak ezek a nyersanyag, alapanyag költségek, és akkor ez a drágulás, ami bekövetkezett a növényvédőszerek, műtrágyák körében, ez nem fog csökkenni. Ugye azt kell látni, hogy a terménypiaci ár az úgy alakult ki a 2023-as, 24-es szezonra, hogy egy viszonylag jó terméssel számolt mindenki, ellátásbiztonságot tulajdonképpen nem veszélyeztette újabb konfliktus egészen október 7-éig, és emiatt kezdtek el csökkenni a terménypiaci árak. A másik oldal viszont, tehát van egy olló tulajdonképpen a terménypiaci terményárak és a input költségek között, az input költségek árcsökkenése meg nem olyan mértékű, mint ami indokolná a mostani terményárakat. És ennek lett az a következménye, hogy gyakorlatilag a terménypiaci árak előre szaladtak az árcsökkenésben, a input költségek, illetve a költségoldal meg egyelőre még nem követte le olyan mértékben, mint az szükséges lenne. Lényegében akkor a kenyér ára sem lesz véletlenül olcsóbb, hanem még drágulhat is például, és akár nem csak itthon, hanem ugye ez Európára, a világra, igaz? Hát talán nem fog drágulni a kenyér, de hogy nem lesz drasztikusan olcsóbb, és nem követi be egy árcsökkenés, az nagyon valószínű. Már csak azért is, mert a kenyérálában maga csak a lisztnek a aránya az 25-30% körül van, az összes többi költségtényező az olyan, ami ugyanúgy nem csökkent le a pékségeknél sem, mint a termelőknél, tehát egy üzemanyagköltség, a munkabér költsége, a gáz, energia költség, ezek mind megmaradtak a korábbi szinten. Az meg, hogy egy lényegesen olcsóbb alapanyagból számítottak a malmok és a feldolgozóipar, és ez nem csak a malmokra vonatkozik, hanem a takarmányiparra is, és úgy árazták be adott esetben a idei évvégi, jövő év elejei értékesítésüket vagy beszerzésüket, és ennek megfelelően kezdték értékesíteni a terméküket, ez meg visszaüthet, és ez az, ami megállíthatja az árcsökkenést. Van egy másik speciális aspektusa, amit már röviden érintettünk egyszer, de ez egyre markásabbá válik, hogy az elmúlt évekhez képest a kenyérhez felhasználható jó minőségű malmi búza ára és a takarmány búza ára között lényegesen nagyobb a különbség, mint volt. Amíg ez az elmúlt években a gazdák arra panaszkodtak, hogy nem érdemes malmi búzát termeszteni, mert gyakorlatilag nem fizeti meg a piac, addig most idén ez úgy néz ki, hogy akár 50%-os, de 40% biztonsággal elérhető a takarmány búzához képest egy malmi búza esetében. És ez az, ami szintén, hogy a kenyérárára visszatérjek, szintén egy kicsit a kenyérárának csökkenését akadályozza, hogy ahhoz, hogy jó lisztet lehessen gyártani, ahhoz jó búza kell, és a jó búzának az ára meg nem csökkent olyan mértékben, mint a gyengébb nagy mennyiségnek az ára. Maradt még egy percünk. Hogyha folyamatosan veszteséget termelnék én, mint ugye agrárdolgozó, akkor elgondolkoznék azon, hogy hogyan tovább. Miért vannak döntéshelyzetben gyakorlatilag a gazdák? Igen, van egy régi gabonás mondás, meg egy termelői mondás, hogy akkor érezheti magát egy termelő biztonságban, hogyha egy év jövedelme a földön, egy év a bankban, egy év meg a beruházásban, némileg módosítva, és most ott tartunk, hogy gyakorlatilag amit a beruházásra elköltöttek, az már kiadott pénz, az idei bevétellel számolnak, akkor nem valószínű, hogy minden fedezetük megtérül, tehát most azokat a tartalékokat tudják felhasználni, vagy kell, hogy felhasználják, ami a bankban volt eddig. Vidló Gábor, köszönjük szépen most is. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Szép napot, viszontlátásra.